A hagyományos misétől eltérően angolul szólalt meg az iskola esperese Lóci Tamás, a sátorai Újhelyi Szent István katolikus technikum és gimnáziumban. Ennek az eseménynek az intézmény kápolnája adott otthont, amit még az iskola alapításának 110. és az Egri főegyház megye fenntartásába vételének 10. évfordulójára alakítottak ki. Ezt a kápolnát birtokba is vettük, azóta osztálymisék vannak itt, amelyek családias hangulatban egy-egy osztálynak adnak egy istentiszteleti lehetőséget. És hát a múltamból adódóan, hogy én két évet töltöttem Kanadában, illetve a érdeklődésem a, a latin és az angol nyelv iránt hozta azt az ötletet, már a miskolci gimnazista koromban, hogy havonta egy angol és egy, ang egy latin nyelvű szentmisét felajánljak a diákoknak, Nyilván ezt fakultatív módon. Erre az alkalomra külön készültek, hiszen a diákok megkapták angolul a misemenetét. Talán tizenévesen izgalmas vagány dolog egy másik nyelven meghallgatni egy számunkra ismert dolgot, a szentmisét, nem utolsó sorban a nyelvgyakorlásnak sem utolsó forma, illetve hát bízunk abban, hogy ezek a fiatalok, diákok a világban körülnéznek majd, akár tanulmányaik vagy munkájuk életük során, és ott sem felkeznek el a hitüket gyakorolni, és nem lesz idegen számukra majd egy ilyen nyelvi környezetben bekapcsolódni a szentmisébe. Az egész iskola meghívást nyert, tehát itt most osztálykerettől és évfolyamkerettől függetlenül mindenkit szeretettel vártunk. A kápolnát dr. Csernyák Csaba érsekul közel egy éve szentelte meg az évfordulós ünnepségen. Az idegen nyelvű mise fejleszti az angol tudásukat is a diákoknak.